Dicsértessék a Jézus Krisztus, örökké emmen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Miután húsvét vasárnap reggel Jézus föltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből annak idején hét ördögöt űzött ki. Magdolna elment és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor a tanítványok meghallották, hogy Jézus él, és hogy Magdolna látta őt, nem hitték el neki. Ezután Jézus más alagban megjelent két tanítványnak útközben, amikor vidékre mentek. Ezek visszatértek és közölték a hírt a többiekkel, de ők nekik sem hittek. Végül megjelent Jézus a tizenegy apostolnak, amikor éppen asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt és a föltámadása után. Azután így szólt hozzájuk, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Igen, meghökkentő ez a rövid elbeszélés az Úr Jézus föltámadásáról. Az egyik meglepő dolog, hogy az Úr az asszonyoknak jelenik meg legelőször. Eddig alig hallottunk róla, csak annyit közöltek az evangelisták, hogy álhatatosan kísérték az Úr útját az asszonyok, és gondoskodtak róla, még az apostolokról is. Itt azonban fő szerep jut nekik. Ők az első megtapasztalói áttételesen az úr szavai beteljesedésének harmadnapra föltámad. Ezeket a szavakat nyilván ők maguk sem jegyezték meg igazán, mint ahogyan az apostolok sem, hiszen nem tudták mire vélni. Olyannyira nem, hogy nem is teljesítik az asszonyok az angyal tanítását, utasítását, hogy vigyék hírül a tanítványoknak a föltámadást. Magdolnának viszont nem egy angyal, hanem maga az Úr Jézus jelenik meg. Amilyen kivétele szeretettel szolgált Jézus Krisztusnak, és ragaszkodott ő hozzá Magdolna, most olyan kivételes kegyelemben részesül az Úr részéről elsőként találkozhat a föltámadottal. Ő viheti meg az apostoloknak a rendkívüli hírt. A másik igen meglepő dolog az apostolok kétkedése a hit igazoltában. A hír igazoltában. De nem csak Magdolna szavát nem fogadták el, hanem az Emmózból visszatért tanítványokét sem. Ennyire nem volt fantáziájuk a föltámadás elképzelésére, és ugyanakkor ilyen mélyen lesújtotta őket mesterük halála. Noha nem voltak szemtanúja az Úr Jézus halálának, sem az eltemetésének, az arról szóló híreket teljesen elfogadták. Azok megegyeztek az eddigi tapasztalatokkal, a halál és a temetés lezárja, befejezi az ember sorsát. Így gondolták Jézus Krisztusról is. Most viszont ennek a cáfolatát hallják. Nem véletlen, hogy amint egy másik evangélium rögzíti, még magának a megjelenő Krisztusnak sem akartak hinni. Meg kellett tapasztalniuk, hogy van más világi élet, és a halált valóban legyőzte Krisztus. Még inkább meglepő mindez számunkra, hogy abba is bele, ha abba is belegondolunk, hogy pont ezeknek az apostoloknak kellett az egész világon hirdetni Jézus Krisztus támadását. Így már érthetővé válik számunkra, hogy miért várt az Úr 40 napot a mennybe menetelével. Micsoda belső vívódás, lelki átalakulás lehetett ezeknek, az apostoloknak ez az időszak, hogy valóban szívből igaznak, és hitelesnek, hirdethetőnek tartsák Jézus Krisztus föltámadását. Nekünk éppen az ilyen leírások adják meg, hogy nem kell morfondíroznunk, mérlegelnünk, mi is az a föltámadás. Készen kapjuk a hitet, a hit tárgyát a kinyilatkoztatás által. Viszont annál nagyobb hálával kell fogadnunk a hit ajándékát Istentől. Nem az értelmi belátás vagy a tapasztalás tesz Krisztus követőivé minket, hanem a szavainak elfogadása, vagyis az őszinte hit. Amen.